Beszámolt a hivatal elmúlt évben végzett munkájáról Őriné dr. Mezei Orsolya jegyző. Elmondta, 2013. január 1-től közös a kisoroszi hivatal a Tahitót faluival. A fenntartás költségeit lakosságszám arányosan viselik a települések. A közös önkormányzati hivatal és a jegyző hetente egy alkalommal, szerdán 13-tól 15.30-ig tart ügyfélfogadást Kisorosziban. Az ügyfélszolgálati megbízott pedig hétfőn, szerdán és pénteken 8-tól 12 óráig várja a lakosokat. A közös önkormányzati hivatalt megszüntetni a választást követő 60 napon belül lehet. A közös hivatal 5725 tahitót falui és 1014 fő kisoroszi lakos ügyeit intézi, 15 fő köztisztviselő és 4 egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy közreműködésével. A főépítészi feladatokat egy fő alkalmazásával 4 településen, Tahitót faluban, Szigetmonostoron, Pócsmegyeren és Kisorosziban közösen látják el a települések. A jegyző beszélt arról, hogy tavaly egy iktató és 2 pénzügyes munkatárs ment nyugdíjba, és a pénzügyi csoport vezetőjének személyében is változás történt. A hivatal a belső ellenőrzést végző cég szakembereinek segítségét kérte a teljes pénzügyi munkafolyamat elemzéséhez. Ennek figyelembevételével alakították a szükséges személyi változásokat és az alkalmazott rendszereket. A képzettségi előírásoknak való megfelelés érdekében tavaly 3 fő pénzügyi továbbképzése történt meg, és a hivatal biztosította minden adó, anyakönyvi és pénzügyel foglalkozó kolléga részére a szakmai továbbképzést. Emellett saját belső továbbképzést is tartott a hivatal az információbiztonsági törvény követelményeiről. Kisoroszi község önkormányzata tavaly 10 rendes és 15 rendkívüli nyílt, valamint 8 zárt testületi ülést tartott, tehát összesen 33 alkalommal ülésezett. Ezek során 136 határozatot hozott és 17 rendeletet alkotott. Született rendelet többek között az önkormányzati lakások bérleti díjáról, a költségvetésről, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a köztisztasági szolgáltatásokról, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a vízi közműhálózatba történő utólagos bekötés szabályairól, a Szigetorban díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint az adóüggyel foglalkozó munkatársak érdekeltségi rendszeréről, az iparűzési, kommunális és építményadóról szóló rendeletek módosításáról. Őriné dr. Mezei Orsolya jegyző hangsúlyozta, egy-egy rendelet megalkotása nehéz, összetett szakmai feladat, amely igen magas színvonalú szakmai felkészültséget igényel. A hatósági ügyintézéssel kapcsolatban elmondta, közel 12 ezer iratot iktattak. A 6500 körüli ügyiratszám 18%-a, mintegy 1200 volt Kisoroszihoz tartozó. A folyamatosan elvégzendő feladatok között a központi címregiszter kialakításával kapcsolatos munkát, 127 fő személyzeti és munkaügyeinek intézését és a vagyonnyilatkozatokkal, valamint a továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokat emelte ki beszámolójában Őriné dr. Mezei Orsolya jegyző.